először versenyeznek a kollégák. A menüsor az ugyebár a kiírások alapján született meg, alapanyagokat is belecsempésztük. Ez majd a tálaláskor és a tányéron fog látszódni. Természetes anyagokkal dolgozunk, helyi beszerzőtől vannak az alapanyagok, és úgy rakták össze a kollégák magát a menüsort, hogy minimális veszteség legyen, tehát mindent felhasználunk, a csontokat is, abból is alaplé készül. Előételünk egy csirkemájpástétommal töltött torta sütőtökkel és erdei gyümölcsökkel. A főétel az egy kacsacomb békön kalodában, aszalt szilvával töltve. A desszertünk pedig csörögefánk. Kicsit újra gondoltuk, egy másképp fog kinézni, mint egy hagyományos csörögefánk, de maga a tésztája az a csörögefánknak a leírása alapján készül. És ez van betöltve egy barackhabbal, mellette egy kis csokoládéhab és gyümölcsdíszítéssel lesz tálalva. Hát a kitaláció az is hosszú heteket vett igénybe. 2-3 hét alatt úgy összeállt az elképzelés, és a gyakorlatban az első pár lefőzés alatt még ez formálódott. Természetesen ez a nevezés óta azért többször le lett főzve, és azóta formálódik. Tehát igazándiból kisebb kiigazítások, ízesítések, technológiák, amik változnak, de maga az elképzelés, az alapkoncepció az megmaradt. Először versenyeznek, ez egy eléggé stresszes környezet nekik, nem a megszokott saját környezetükben vannak, viszont ebből a versenyből mindenféleképpen tanulnak. Tehát, ha majd ráérnek szétnézni, hogy a többiek is mit raknak tányérre, ki tudják cserélni a különböző információkat, milyen alapanyagot, hogy lehet használni. Ugyebár középkeztetésről beszélünk, tehát itt azért adott esetben ezeket az ételeket több száz adagra is el kell készíteni, és ezeket úgy kell azért kitalálni, hogy ez véghez vihető is legyen és megvalósítható. Hogy ugyanaz kerüljön a középkeztetésbe és a tányérra, mint amit most fognak prezentálni.